kezét, amely csupa firnájsz nice volt, meg se mosta, csak megtörülte abba a ronyba, mely az ajtó mellett lógott egy szegen. Aztán leoldott a derekáról a zöld asztalos kötényt, és leverte nadrágjáról a gyaluforgácsot. Föltette a kalapját, és mielőtt kiment az ajtón, szokatlanul bágyattan köszönt oda az öreg asztalosnak, aki háttal állott, és a tűzhelynél az enyvet kavarta. Jó szakát kívánok! Már reggeltől kezdve valami ismeretlen érzés diderget benne. Rossz volt a szája íze, néha egy pillanatra megállott kezében a gyalu, és fáradtan hunyta le a szemét. Hazament és étvágy nélkül megvacsorázott. Egy vénasszonynál lakott, tözve egy borka Ferenc nénél valami nyomorúságos kis szobában, amely valamikor fáskamra volt. Ezen az éjszakán 1874. október 4-én, éjfél után egy és egy órakor meghalt Kovács János, asztalos segéd. Kicsit keszegvállú, fakóarcú, soványkás, vörös bajuszú, csendes szavú ember volt. 35 esztendős korában halt meg. Két nap múlva eltemették nem maradt utána se gyerek, se feleség, csak egy szakácsné, aki Pesten szolgált bizonyos Tordai nevű bankigazgatónál, és aki testvérnénye volt Kovács Jánosnak. Öt esztendő múlva meghalt az öreg asztalos, akinek a műhelyében dolgozott, és kilenc év múlva meghalt az a vénasszony, akinél lakott. 14 esztendő múlva meghalt a tordai ég szakácsnéja, aki testvérnénje volt. 21 esztendő múlva, 1895. március 6-án, a Kerepesi út végén egy kis vendéglőben fiákeres kocsisok ültek együtt és boroztak a piros abrosz fölött. Késő éjszaka volt, lehetett három óra. Belekönyököltek a asztalba, és nagyokat röhögtek iszonyatos komisszivar füst kavargott az asztalok fölött. Katonai szolgálatuk emlékeiről beszélgettek, azt mondja az egyik egy kövér, tokás, piros képű fiakkerös, akit csak fricinek szólongattak. Egyszer meg parátom az egyik rekrutának a fejét a cuxfírer petukta a kájába, és itt úgy kapta a rőgés, hogy tenyerével rácsapott az asztalra. Az anyja istenit kiáltotta. Nyakán és halántékán kidagadtak az erek, hosszú percekig fullasztottak, rákoktatta, rázta a nevetés, és akkor aztán elcsitult, folytatta, de közben is rájött ez a pukkadozó röhögési roham. Petukta a fejét a kájába, oda kellett egy százszor pekkiáltani. Herr Zuxfierer, holszámsz, Horsamst! Armer Kerl ott érte négy kézláb a kája előtt, míg meg hátul puff az anyát, akkor a csóztukra, hogy majd kiszakadt a tenyerünk. Itt megállt. Megint kiröhögte magát, aztán odaszólt az egyik fiákerősnek Emlékszel, Franci? Franci bólintott. A tokás fiákeros megsimogatta a homlokát. Anna, na, hogy is hívták csak eztet a lekényt? A franci belenézett a levegőbe, aztán azt mondta. Észé, a Govács, Govács János! Ekkor mondta ki utoljára emberi hang a Kovács János nevét. 1899. november 10-én az óbudai dohánygyárból bevittek egy szívvajos munkásasszonyt a Szent János kórházba. Olyan 45 esztendős lehetett. Az első emeleten feküdt a hármas számok közös teremben, csendesen és ilyetten feküdt az ágyon érezte, hogy meg fog halni. A kórteremben már aludtak a többi betegek, félhomály volt, csak abban a kis kék pohárban égett a mécs. A munkásasszony tágra nyílt szemmel nézett bele a homályba, és végig gondolt az életén. Eszébe jutott egy falusi nyári éjszaka, és egy szelít tekintetű legény, akivel kisújjukat egymásba akasztva, kint csatangoltak a füllett illatú réten, s aki azon az éjszakán Asszonyát tette. Ez a legény Kovács János volt, és Kovács János arca, hangja és tekintete ekkor tért vissza utoljára. De ekkor már nem mondták ki hangosan a nevét, csak ennek a haldokló asszonynak gondolatában lobbant fel némán egy-két pillanatra. A rákövetkező esztendőben leégett az a református falusi paplak, melynek levéltárában azok a poros matrikulák hevertek, amelyekbe be volt írva a Kovács János születési és halálozási adata. 1901. januárjában kemény tél volt. Este felé, mikor már egészen besötétedett, egy rongyos ruhájú ember kapaszkodva mászott keresztül, a falusi temető árkán. Két sírkeresztet lopott, hogy tüzet rakhasson. Az egyik kereszt a Kovács Jánosé volt. Megint elmúlt, vagy két évtized? 1920-ban Kecskeméten egy fiatal ügyvéd az íróasztalánál ült, és az apja hagyatékát leltározta sorba kinyitotta az asztal fiókjait, és egyenként nézegetett végig minden kis papírost. Az egyik cédulára ez volt írva. Két politúrozott szék ára fejében négy forint hatvan krajcát felvettem, tisztelettel Kovács János. Az ügyvéd átfutotta az írást, már el is tépte, és bedobta a papírkosárba. Másnap reggel a cseléd kivitte a papírkosarat, és kijöntötte belőle a szemetet az udvar végébe. Három nap múlva esett az eső. Az eltépet szédula átázott, és csak ennyi maradt rajta, Ková jé! A többit elmosta az eső. A jé betűt is alig lehetett már kivenni. Aztán sokáig nem esett az eső a porba és szemétbe temetve ott lapult, ott hallgatott még ez a párbetű, Ková, -jé". Az utolsó betűk, az anyagok, a vonalak utolsó részletei, amelyek Kovács Jánosra emlékeztek. Pár hét múlva fél napig zengett az ég, és ömlött az eső, mint a kannából öntötték volna az égből. Ezen a délután a megmaradt betűk is eláztak. Legtovább a v betű tartotta magát, mert ott, ahol hurkolódik a v betű szára, Kovács János annak idején erősebben megnyomta a pennát. Aztán ez is elázott. És ekkor ebben a pillanatban, halála után negyven a Mindörökre elmúlt, és mindörökre eltűnt a Földről az asztalos legény élete. Zilahilajos mikor halt meg Kovács János című novelláját Sinkovics imre olvasta fel. Szerkesztő Filippényi Éva.